Sugallják biztos a körülmények, hideg van, ősz van, de ez nem mindig baj nekünk ragadozó halas horgászoknak, sőt, kinyitja egy kicsit azt a tárházat, ami minden módon foghatjuk a rabló halakat, azoknak is sok fajtáját. Ezúttal folyóvízen is megpróbálok egy picit élő csalival, vagy az élő kishalnak esetleg variációival horgászni. Ez mit jelent? Vagyis az élő csalizás kishal variációival. Vágok filét olyanból, ami már elpusztult, és megpróbálok így süllőt, de még inkább kősüllőt fogni. Egy percre mielőtt csinálnánk, azért álltam meg ezen a helyen, mert kicsit furcsának tűnhet, hogy folyóvízen, ilyen módszerrel, úszóval. Ennek több oka is van. Az egyik talán az, hogy számtalan olyan terület van a folyóvizeken, és ezért álltam pont itt meg, ahol nem folyik a víz, ahol valami miatt, mint itt is, van egy szigetnek a vége, mögötte egy kis kutyor, vagy akár nagyobb, vagy egy mellékág torkolat, ahol kevereg, ahol áll, és itt az úszó kicsit ballag erre-arra, de nem folyik el, tehát tudunk nyugodtan élőcsalival, illetve hát esetleg halszelettel is próbálkozni a rablóhalakra. És akkor bejön az, hogy miért világító úszóval. Hát azért világító úszóval, mert az alkonyat utáni időszak talán mindig a legeredményesebb. Még egy vagy két helyet mindenképpen megnézek, hol, hogyan folyik a víz, és akkor összeszerelek majd egy világító úszós készséget, és ezzel próbálkozom. Persze mondtam, hogy szélesre nyílik a kapu, a lehetőségek tárháza, addig is, vagy utána is, egy kicsit wobblerezek is, esetleg, ha marad még időm, és nem állok neki, nincs még alkonyat a világító úszóval kishalasan horgászni, akkor még plasztikcsalival is próbálkozhatom. Ez volna a legigazibb, mert itt szinte tényleg áll a víz, bár azok a limányok, amik itt a folyó külső oldalán vannak, azok sem igazán zavarják az úszózást, de ezek a fák, amik a vízbe vannak dőlve, ezek végképp sejtetik, hogy ilyenkor alatta pihenhetnek a süllőfélék, süllő vagy kősüllő, úgyhogy valószínűleg ez mellett döntök, de mindenképpen ilyesmi helyet célszerű választani. Itt az alkonyat, sőt lassan sötétedik, tehát szerepet kaphat a világító úszó, de induljunk inkább az alapoktól. Egy bármilyen közepesen erős, régi pergetőbolt vagy egyéb karakterű fenekező pálca megfelel, körülbelül 25-ös, 30-as zsinór, mert azért lehet ereje a nagyobbacska süllőnek. Ha ez megvan, az orson a zsinór, akkor a következő rendkívül egyszerű szerelést tudom javasolni, egy relatív nagy süllőző horog, hosszú szárú horog, amiatt, hogy a kisebb szájakból is, mert mohón kapja be, ezt könnyebb jelentős sérülés nélkül kiszabadítani, mint a pici horgot, azt előbb nyeli. A horog horogkötéssel, majd azután az ólom egy sima rögzítéssel, ütközővel kerül a zsinórra, jelen esetben a 6 g-os iBite úszóhoz egy megfelelő súlyú ólom, ezt én meg szoktam rögzíteni, és ezután következik a szerelés lényege, ami egy rendkívül jó, úgy mondom, hogy küllemmel, tehát alakkal megcsinált jó funkciót testesítő úszó, plusz a világítás, ugye, ami a legfontosabb. Ez képezi tehát az igazán a lelkét, az alapját ennek az esti pecának. Tulajdonképpen ez egy 6 g-os úszó, és mint a neve is mondja, Thunder, tehát süllőre ajánlott a karcsú testével, és tulajdonképpen a világító antennája pedig hát nyilván jó messziről látszik, és izgalmasan mutatja nekünk a kapást. Felül egy ütköző, ami a megfelelő vízmérsékhez van állítva, és hát ennyi az egész. Jó rugalmas zsinór, előke nem szükséges, direkt bekötöm a horgot, és hát ilyen egyszerű ez az egész mutatvány. Egy halszelet, esetleg élő kishal, és már is mehet a megfelelő helyre, mert ilyenkor
a kishalat épp úgy támadják, mint a műcsalit, tehát amikor bármely ok miatt így szeretnénk süllőt fogni, vagy kősüllőt, akkor nagyon javasolt ez az iBite világító úszó. Praktikus, egyszerű és nagyon sokáig tartja a fényét. A botot nyugodtan letehetjük, és gyönyörűen láthatjuk, ha élő kishalat csalink ezen az erősen világító antennán, hogy hogyan mozog, hogyan jön, megy vele a kishal. Az nem baj, ha nem nagy területen, de némi életmozgás mindenképpen azért jó, mert hamarabb felkelti a ragadozók figyelmét. Én is látom, hogy a bóbitával szépen sétálgat a kishal, illetve az úszóval, és hát remélem, hogy a csendbe, ezekben a kutyros helyeken, ezeken a limányos helyeken előbb-utóbb megérkezik a ragadozó. Egyértelműen szépen elsüllyesztette az úszómat, és érzem a kis rugdalózásán, hogy vagy apróbb süllő, vagy kősüllő. Egyértelmű. Igen, talán köves. Elfeküdt. Ez a kisebb halunk. Igen, valószínű elég mélységben 3-4 méterről hoztam fel, és egy picit elalélt. Igyekszem, és a nagyhorog most is csak szájszélben akadt, igyekszem gyorsan kibújtatni a szájából, és a világító úszom segítségével egy kis éjszakai ékszert, de nálunk ennél is nagyobb a méret, úgyhogy szívesen engedem már is vissza. Egy picit ilyen tetszhalot szoktak a süllők így csinálni, de majd szívesen, azt hiszem szívesen kotor a mélybe, és hát izgalmas, szép így a sötétbe is a horgászat, úszóval is. Meg volt az első világítóúszós hal is, de adott a Duna Wobblerrel is. Úgyhogy nem is kell több egy-egy őszi este, tartsanak velem legközelebb is, akár este, akár nappal. Viszontlátásra!